Omladozó falak és korhat padló. Egyelőre így néz ki a kishegyesi szövetkezeti otthon. A tervek szerint azonban teljesen megújul majd. Egyebek mellett itt kap helyet a könyvtár, a hangversenyterem, a civil szervezetek irodái, valamint a Dévics Imre kerámia telep állandó kiállítása. A színház is teljesen megújul. Teljes épületrésznek a tetőszerkezete folyamatosan beázik. Egy-egy javítás noha a helyi közösség eszközölt már, de folyamatosan újabb és újabb helyeken jelenik meg a beázás, úgyhogy a teljes közel 2000 négyzetméternyi tetőszerkezetet le fogjuk cserélni. Hőszigetelés, nyillászárók cseréje, fel fog majd újulni a teljes nézőtér, a székek áthúzásra kerülnek új szőnyeg, teljes belső festés, külső festés. A színház és a szövetkezeti otthon sorsa sokáig kétséges volt, hiszen korábban magántulajdonba került. Az ügy végére 2012-ben tettek pontot. A folyamatban volt egy per, amelyet fel kellett újítanunk, ezt megtettük, más hasonló ügyek mintájára végigvittük, és 2011-ben megkaptuk első fokon, majd pedig 2012-ben jogerősen is az ítéletet, hogy a közösség tulajdonába kerül ez az épület, önkormányzati tulajdon és a helyi közösség használatába került. Akkor kezdtük el újítgatni a színpadot, a világítást, a hangosítást. A színház mellett lévő park új funkciót kap, központi téré alakul át, ahol helyet kap egy nyári színpad is. A II. Világháborús emlékmű pedig emléktábla formájában a színház falára kerül.